Jó napot kívánok mindenkinek! Ma folyékony mosószert fogunk csinálni. Szóval szappanra lesz szükségünk. Ez marseilli szappan. Szükségünk lesz kristályszódára. Nem tudom, hogy ezt magyarul hogy kell mondani pontosan. Meg kell nézni interneten, hogy megtaláljátok-e, hogy mi az magyarul, hogy cristaux de soude, franciául. Oké? Utána a szódabikarbonára lesz szükségünk. Szükségünk lesz ecetre is, 1 liter vízre, és utána egy illó olajra, hogy jó illata legyen. Szükségünk lesz egy ilyen üres műanyag valamire, amiben utána bele lehet rakni. Előbb vágunk egy kis szappant. 50 g-ra van szükségünk. És ide bele fogjuk rakni. Szóval ez pont 50 g. Szóval így néz ki ez a szappan. Utána ilyen kristályszódából kell 50 g. Szóval így néz ki ez a kristályszóda. Most 30 g szódabikarbóna kell. Összekeverjük 1 percig. Szóval most 100 g fehér ecetet fogunk hozzáadni. Hozzáadni 1 liter vizet. És most 10 percig megfőzzük ezt az egészet 90 fokon. Szóval most, hogy megfőtt 10 percig, egy kicsit kijött, de nem baj. Hozzáadom az illóolajat. 50 csepp illóolajat kell belerakni. Szóval én levendula illóolajat raknék bele, de ezek után mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. Most, hogy beleraktam a illóolajat, visszarakom bele mindent, ami egy kicsit kijött. És most 1 percig fogjuk ezt keverni. Na most ez így most kész. Megvárjuk, amíg kihűl. És utána befejezzük a receptet. Most, hogy hideg, nagyon-nagyon gyorsan fogjuk összekeverni. 1 percig. Na most ez így most kész. Szóval már csak ebbe bele kell önteni. Most kész. Olyan finom illata van. Szóval, ehhez a bio folyékony mosószerhez kellett 50 g marseilli szappan, 50 g kristályszóda, 30 g szódabikarbóna. Ezt az egészet jól összekevertük, 1 percig, utána hozzáadtunk 100 g ecetet, és 1 liter vizet. Mindent megfőztünk 10 percig 90 fokon, miután hozzáadtunk 50 csepp illóolajat. Lehűlés előtt és lehűlés után 1 percig jól összekevertük. Ez a folyékony mosószer holnaptól használható mosásra. Hogyha úgy érzitek, hogy nincs jól összekeverve, mielőtt használjátok, össze lehet rázni, és így lehet utána használni. Remélem, hogy ezentúl csak saját biomosószert fogtok használni. Sokkal olcsóbbra jön ki, mint azt, amit venni szoktunk. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezzel a recepttel, és legközelebb is találkozunk. Sziasztok!